Vidékünkre jellemző, hogy a Bognár Kovács műhely egy épületben helyezkedett el, míg az egyik fából addig a másik fémből készített eszközöket, munkájuk szorosan összekapcsolódik. Farkas Lajos kovácsmester eszközei látható a Kaskonzen kiállított helyiségében, amelyet stábunk is gorcső alá vett Csengeriné Szabó Évának köszönhetően. Kovács mesterség már az ősi idők óta egy fontos szakmának számított, és a kovács a társadalomban mindig is egy megbecsült ember volt, és egy kitüntetett szerepe volt, hiszen a vas megmunkálásához kevés ember értett. Általában a kovács műhelyek már a középkorban is a, a, vá, a falu vagy a település szélén kaptak helyet, ugyanis tűzzel veszélyes anyagokkal dolgozott, és hát ugye még a középkorban fából, vagy különböző gyúlékony anyagokból építették a házakat, és az esetleges tűzkárok vagy elkerülések, tűzesetek elkerülése érdekében minél messzebb tették a város központtól, vagy a falu központjától ezeket a műhelyeket, hogy a kicsapódó szikra esetenként ne gyújtson föl egy-egy város települést. A kovácsműhely egyik meghatározó eleme a kohó és a folytató, ahol a fém felhevítését végezték. A munkadarabokat az üllőn vagy kovácsatúban kézi kalapáccsal, illetve egyéb segédeszközök igénybevételével alakították, formálták meg a mesterek. A szerszámok és a kellékek sokasága, valamint a megmunkált remek művek adnak egy átfogó képet a betérő érdeklődőknek, hogy a kovácsmesterség milyen összetett is volt. Kalandozásunk ezzel nem ért véget, mivel a műhely mellett egy lőcsös kocsi áll, amelyről egy kis érdekességet osztott meg csengeriné Szabó Éva. A lőcsös kocsi az a vidékünkre jellemző, itt Makó és térségére jellemző úgymond találmány, újítás, melynek révén, a lőcs révén, ami a kerékagyhoz csatlakozó külső megtámasztás tulajdonképp, ami, ami által segíti a, a nagyobb rakománynak, szállítmánynak a, az elvitelét, egy, egy támasztó, erősítő funkcióval bír, és ezt a külső részt nevezték lőcsnek. Mint kiderült, a hagyma termesztők lőcsőskocsiát kocsiját hat súkosnak mondták, amely elé a gazda egy lovat fogott be.